Kellemes vasárnap délutánt kívánok, és megint autózás közben jött az ötlet, hogy hagyjak egy üzenetet, és ma az üzletépítéses stílusáról szeretnék beszélni. MLM üzletépítésről van most szó. Nagyon sok esetben a társasága, a cég biztosít nagyszerű képzést. Az én tapasztalatom szerint kiváló képzést kapunk az MLM cégekben, és biztosítják az üzleti előrehaladásunkat. Főleg, ha új tag van, akkor, új tag vagy, akkor nagyon fontos, hogy tanuljál, kipróbálj sokakat ezekből az üzleti módszerekből és metódusokból. Viszont nagyon sok esetben nem fog hozzád illeni, nem fog beleférni az életviteletbe, nem illik össze az egyéniségeddel, rendelkezésre álló anyagi lehetőségekkel. Tehát meg kell választani azt, hogy mit csinálsz és hogyan csinálod. Addig kell ezeket keresgélni, amíg nem találsz egyet, amire azt mondom, hogy ez boldog vagyok, hogy csináljam, ezt tudom napi alapon folytatni, ez beleillik az én életstílusomba, ez még az anyagi körülményeimnek ez is megfelel, és sikert és eredményt is hoz. Na most ez nyilván nem egy év alatt, vagy nem egy mutatja meg igazán az eredményét, de már az első hónapokban tudni fogod, hogy ez a stílus ez megfelelő vagy nem. Amikor egy stílus nem megfelelő az üzletépítés körülményeit tekintve, akkor nehezen fogsz haladni, nem igazán érzed magad kellemesen, amikor csinálod. Tehát ezek olyan jelek, amiket komolyan kell venni, míg természetesen van egy tanuló periódusod. Tehát amikor megtalálod a megfelelő stílus, és sokszor a feletted lévő, szponzoráló, mentoráló ember, az nem biztos, hogy ugyanolyan típusú, mint te. Tehát az ő stílus, az ő üzletépítési menete, az nem biztos, hogy neked megfelel. Tehát ezért kell többet kipróbálni. Viszont amikor megtalálod a megfelelő stílust, akkor rögtön az üzlet, tehát úgy érzed, hogy igen, ezt tudom csinálni, ez hozzáérik az egyéniségemhez, ezt napi alapon tudom csinálni, már mutatja az eredményt, hogy jól érzed, de tudod, hogy ez igen, itt hozni fog eredményt. Anyagilag is meg tudod engedni. Tehát itt hosszú távra kell gondolkodni. Ugyanúgy azt javasolnám, hogy ne cserélgesd a stílusokat és a metódokat túl gyakran. Ha már egyszer van valami, ami dolgozik és működik, és jól érzed magad vele, akkor ne változtass túl sűrűn. Az én tapasztalatom szerint a tréningeken nagyon sokszor valami divat megint bejön, egy új stílus, és mindenki vált. Ha valami neked jól működik, akkor ne váltsál, mert az, mire beáll és újra eredményt hoz, sok időbe telik. Tehát a divat az nem biztos, hogy olyan dolog, amit mindig követnünk kell. Hát ennyire gondoltam, tehát keresd meg a magad stílusát, az, ami belefér az életedbe, ami az egyéniségednek megfelel, ami az anyagi körülményeidnek megfelel, és amivel örömmel építed az üzletedet. Tehát az nagyon fontos, hogy mert amikor jó stílusod van és jó metódust követsz, akkor az üzletépítés könnyű, akkor szívesen csinálod naponta, akkor hozza az eredményt, akkor megy előre az üzletet. Tehát olyan dolgok vannak, olyan jelek vannak, amiket nem szabad figyelemen kívül hagyni. És amikor ez így van, akkor boldogan építed az üzletet, és az eredmény és a siker is követi. Hát ennyit akartam mára mondani, minden jót kívánok, üdvözlet Melbourne-ből.